Köszöntök mindenkit, Göblös Péter vagyok, és éppen Törökfalura tartok, szép péntek reggelünk van, napsütéses reggelünk. Nagyon szép időnk lesz, ahogy itt látszik is, van utitársam, mégpedig 30 darab fa, illetve itt van egy, nem is egy, hanem három nagy doboz, amiben pizza található, ugyanis munkaakciót szervezünk az iskolában, és hát a munka után jó fog esni majd egy kis kaja. Arról van szó ugye, hogy Tóth Laci bácsitól kaptunk, felajánlott csemetefákat. Arra gondoltam, hogy akkor miért ne csinálnánk egy ilyen munkaakciót, faültetéses munkaakciót, és ha már hozom a kamerát ki Törökfaluban, arra gondoltam, hogy bemutatnám az iskolákat, bemutatnám azt, hogy mi hogy dolgozunk, átvennék kicsit a óvodába is, és hát ott is szétnézzünk, ugye, ha minden igaz, azok a gyerekek lesznek jövőre az én tanítványaim. És ami a legnagyobb probléma most így vezetés közben, hogy a váltóhoz nem nagyon jutok hozzá, nem nagyon férek hozzá. Közben azért nézem az utat is, jó lenne nem lemenni. Egyelőre még nincs az Osmóhoz ilyen autós tartóm, úgyhogy kezembe fogom, ami nem mondhatni túl biztonságos, de hát majd szerzünk. Na tehát váltó, nézd ki a váltó, és így férek hozzá. Nagyon kicsi a hely, mert megmetszettük mi a fákat annyira, hogy beférjenek, de nem gondoltam, hogy esetleg váltani is kellene. Na mindegy. Találkozunk az iskolában. Az uzsonnát nem hoztam, de azt majd fogni, hozni fogom, hallod? Úgy szedem ki, hogy mindjárt megfogom a... hogy ne húzzuk végig. Hallod? Lehet, hogy akkor lehet, kivisszük a kaját először. Jó. Azért hoztam, hogy csináljam a vlogra a videót. Milyen kilő? Rólatok. Köszi, imádok, szeretem. Akartam mondani, hogy gyere be, ez egy próbánk, a táncos. Befogok. Nem, tényleg azért hoztam meg. Fondültetés, pizzaevés. Nagyon megy. Szóval jövő. Jövő Szána. Szávasz! Negyedik osztály. Integessétek itt. Na, figyelj csak! Mára játszunk egyet, jó? És akkor matekból se lesz házi feladat a hétvégére. Gyorsan csak megírod. Még sorban. Bálint, innen indulsz tőletek. Bálint. Mesélj, Joci. Az olyan Bambi szemeide nézzél, amikor éppen valamit csinálsz és meg akarod úszni. Az milyen szokott meg? Hát ilyenkor ez nem megy. Jó, következő kamerának is megmutatjuk, hogy lássa. Rómeó. Adrián és Rómeó! Ja, várja, Adrián és Rómeó. Igen. Ez Adriánnek. És akkor marad hátra Kinga. A Jocsi! Jó, Kevin Bálint jöhet. Öt fordulót játszunk. Ez is a kis, hogy
Jó! Hát ez nagyon szoros volt. Ez nagyon szoros volt. Niki, egy másodperc. Jó, oda mehet. Igen. De Jóci, hova mész a messzire? Ez az. Béti is megyek. Ez lehetetlen. Oké. Okay. Jó, hát most megyek. No. Ez szennyű. Így van. Jön a Jóci. Jóci vagy Rómeó. Gyerünk. Nagyon nyomkodtátok. Jó, Rómeó nyerte meg. Gratula hozzá. Nem is tudtam, hogy te már Marston is vagy. Szia! Az a szerencs, hogy van nálam kamera. De minek mentél neki? Az ajtónak. Az ajtónak? Igen. Nem megyek be, nem erre megyek, az Obiba. Hát itt vagyunk a Törökfalusi Cseh Károly általános iskolába. Most megyek át az Oviba, megnézzük azt is. Zóó nénihez már tegnap bejelentkeztem, megnézzük Zsuzsi nénit. Illetve Lacihoz is elnézünk. Most a dohányzás, csúszós. Sikerült fölvágni a... Ja, még nem. Ez a ninja ötözik? Igen. Hány danos? Tessék? Hány danos? Nem tudhatok én mindenki. Danalós, csak akarom. Ezek a pizzák, ezeket is megnézzük. Tegnap már azért videózgattam őket. Egész délután ezt csináltuk, úgyhogy tegnap a sütővel volt melegítve. Így oldottuk meg a fűtést. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó, mik vannak itt? Rendőrök? Hát vannak rendőrök is, igen. De ez micsoda? Piacon vannak? Vagy hol? Hát nem tudom. Ádám, hol vagytok most? Miért vagytok itt rendőrök? Vagy a financok a piacon? Nem tudom. Nem? A piac nem? Körül vannak. A piac körül vannak? Mik vagytok? Gazdagok? Nem mondod. Az a pénzetek? Azt az a kincstár. Az a kincstár? Igen. És ki vigyáz a kincstárat? Mi? Ti vagy? Ja, hogy ez a dolgotok? Vigyáznak a kincstárat. Az igen. 100 pénz. 100 van? Attól kölcsön? Hm? Csokira. Na jó lenne. Itt pedig itt már elindult a nyucika. Oha. Gyűjti a tojásokat, tanítóvárosi. Hát ezek nagyon szépek. Gyűjti a tojásokat, és festeni fogjuk, de előtte egy kis ügyeskedés van, megpróbáljuk papíron is a tojást befesteni. Uh-huh. De a nyucikák már nagyon sok tojást összegyűjtöttek. 60, 65-ig el tudsz számolni? Igen. Azt a mindenit. Még tovább, 100-ig. 100-ig? Hát akkor ti már bírtok iskolába jönni. Vagy nem akartok? Itt azért még jobb... Sokat lehet játszani? Nem, egy kis csoport. Kikanacsol. Otto már jövőre jön hozzám, nem? De. Otto. De akkor te már ilyen komoly dolgokat csinálsz. 6 éves vagyok. 6 éves vagy? Hát akkor tényleg, akkor jövőre elsős. Ugye? Jó van, hát akkor várok szeretettel. Mi dolgozol? Házikókat rajzol? Igen. Óha. Ezzel mindjárt készül. Hallod, jó sok házik rajzoltál. Nem lesz kapálni a földet? Igen, de mi lesz oda ültetve? Dinnye. Dinnye? Hú, azt én nagyon szeretem. Nem fogják azt szétlopkodni? Ó, néni, hány óv is van? Hány
17 igen. Óvodás. 17 óvodás, mindenféle korcsoport. Katica Bogár. Igen, csoport neve. Korcsoport, van 9 végzősünk, van 5 kis csoportos, és a többi az a 4 éves vendégoktatás. De hogy lehet ezt összehozni? Hát hogy lehet? Hát ez az új program ad akkora szabadságot, hogy műhelyekben dolgozunk, és akkor egy-egy feladatot egyébként, vagy esetleg kisebb csoport. Tehát nem ugyanazt csinálják, hanem mindenki a saját dolgát. És akkor nem zavarják egymást? Nem? Nem. Mert végül csinálja mindenki a dolgát, ugye? Mindenki teszi a dolgát, igen. Mi a gazdátok? Én vagyok a gazdájuk. Te vagy a gazdátok? De az unikornus cica az hogy csinál? Vagy az mitől unikorn is? Hát van. És ilyen csillámok. Ja, hogy a csillámoktól unikorn is. Jó, hát én ezt nem értek. Jó, nincs, te visszél. Gyere, szívom, légyen! Tanító bácsi nálunk az úgy működik, hogy egy nap ki is mondan el, Virág, mondd el, hányszor kell megölelni egymást? Hatszor, hogy hatszor. Tudjunk töltődni. Oha. Igen, de legalább 6-5 ölelésre. De mindegy, hogy kit ölelnek, vagy mindegy. Megvan, hogy... Nem, mindegy, nem? Hogy igen? Ki. Mindegy, hogy ki, csak akin látjuk, hogy szüksége van egy ölelésre, már is adjuk az ölelést. Szomorú vagy, rossz kedvel vagy, fáradtan ébredt akkor. Így van, akkor már... Hú, az néha nekem is nagyon jó jönne. Akkor tanító bácsit is kiöleli meg. Ki szeretné megölelni a tanító bácsit, hogy lassan. Úgyni. Egy nagy ölelés. Ó, hát most már jó napom most lesz, úgyhogy így van. Köszönöm szépen, aranyosak vagytok. Köszönni a tanító. Jó, hagyom a cicákat játszani, jó? Csak játszatok tovább. Így is belefér? Pont akkorák. Ó, szuper. Jó, van egy kicsit olyan. Aha, jó. Mi áfanál? Látszik, hogy ezeket én csináltam. Szia! Igen, sajtal igen. Van tűzve. Hát az elejében sajt volt, a végére már magára a pizzára sem nagyon jutott, úgyhogy... Még amit találtunk, ilyen kis maradék az asztal alatt. Ez a szalad. Kutyacsont. De mindegy, majd egy szeletet azért a béremet. Meg lesz. Törökfalusi fogyókúrás tábor vezetői vagyunk. Igen, mi az a... Hát azt csinálják ezzel, lehet, hogy ezzel kezdjük, mert mi... Igen. Azért nem lehet, hogy hirtelen, hogy mindjárt zöldséggel megyen. Nem, mert... Ilyen fölkövezet, ilyen. Pizza, kolbár, szalonna. Hát jó, hogy így jött már, ahhoz kezdjük el, hogy ma valami ilyet. Jó napot járunk, Zinek! Na, régen beszélgettünk már! És hogy van? Jó étvágyat mindenkinek! Köszönjük! Kedves kollégák! Ne nyomkodjad, tűnt a telefon! Egyé! Jó, hogy ezt mutattad, és nem más. Jaj, mit tesztek? Ezt nem fogok én most tenni. Előveszem a finom narancsot. Éve fogyók urázik, csak hogy tudja mindenki. Köszönöm. Még nem látszott, de majd pedig csak egy hónapja csinálom. Szolid péntek délelőtt. Igen. Mi ma bőt van, nem tudom. Jövök, itt vagyok, hozom a kamerát, tehát nem gond, bármikor segítek. Mondja tanító néni, mi a gond? Hol? A pohár alatt van? Várjál, oda viszont a kamerát. Fontos a kamera. Hallod? Ne nyisd szét, hanem egy lapot rakunk alá. Itt van egy gyegér az osztályban, a Csekáról általános iskolában.
Köszönjük. Na, a lap valahogy nem érkezik. Gyerünk csak. Hol a lap? Hozzatok egy lapot. Tanítőnek nem annyira jók a térdeim. De hogy sikerült rárakni a poharat? Hogy sikerült rárakni a poharat? Ez kifúr! Te raktad? Ott a far. Azt kell megfogni. Várjál, az a jó, hogy fogom a kamerát közben. Csak úgy lassan emeld föl. Jó, csak ott még van törve közben. Oké. Egérke. Oké. Oké, oda kakát egyen. Na most, bírod felemelni a lapostól. Tessék Péter, mit csinálsz Péter? A Csehkára jártam iskolába, éppen mit csinálsz? Mondd el neki. Ott a farka. Ott a farka. Ott a farka. Ja! Ott az egér! Gyertek, kiengedjük! Vigyázz! Kamerázzuk, hogy engedjük ki? Várjál, még várjál! Egy! Jó! Szegény, az mi már rosszul nem látunk! Kicsit kóvályok. Csíz, szia egérke! Ébresztő! Ébresztő! Hallod Laci, van egér méreg? Akkor szerintem az lesz. Ne! Itt van szegényke, mert szóval! Szóval! Na, szia egérke! Búcsúzunk el tőle, szia egér! Szia egérke! Viszlát egér! Bye bye, Mavus! Bye bye! Hogy búcsúzva el tőle, Tamás? Na! Na, hadd! Hogy a tényeket nézzük, a szebb tényeket, majd főtesszük a Vojvodina csatornára! De hogy búcsúzó csengel tőle? Szia, érkére, de olyan cuki volt! Szegény kérdő! Köszönöm a... Bye! Most elválkozunk ki a hírre! Na, mondjad! Nagyon undi volt! Nem mondod! Nem elkezdjük a... munkaakciót. 30 darab fa van, különböző fajták. Ez itt ecetfa, itt van hárs, juhar, ez, ez a császárfa, ez a gesztenye, gesztenyefa, ez pedig jegenye és kölgyfa. Ezeket fogjuk szét ültetni. Laci magad, tehát az ásósok, azok közé tennek három ember, de lehet így.